következő vendégem Macsi Gyula igazgató úr, és az iskola pedig nem más, mint a Kisvárdai Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Szakgimnáziuma. Ugye mióta a név változott, azóta egy kicsit hosszabban, de tartalmilag és helyileg ugyanott maradtunk, ugyanabban az intézményben. Igazgató úr, köszöntöm szépen a stúdióban. Jó estét kívánok! Beiskolázás. Ugye nagyon fontos horderejű ez minden iskola életében. Ahogy az előbb is hallhattuk, ugye a Petőfi Sándor szakgimnázium életében szintén fontos, és ugye ezért nyílt napokat is fognak tartani. Sokkal összetettebb. Igazgató úr, hogyan készülnek erre az alkalomra? Igen, azt lehet mondani, hogy dübörög a beiskolázási szezon tulajdonképpen, hiszen folyamatosan vidéken, általános iskolákban is tartják a pályaválasztási szülői értekezleteket, ahol hál' Istennek nagyon sok helyre hívnak bennünket. Akárha ezt a hetet is említem, hétfőn Rozsályba volt pályaválasztási szülői értekezlete, kedden a Bárdos iskolának volt egy ilyen szülői értekezlete, ma megyek 5 órára Jármiba pályaválasztási szülői értekezletre, és ahogy említette, jövő héten, hétfőn és kedden, 13-án, 14-én tartjuk az iskolában a nyílt tanítási napokat. Ez a mi nagy rendezvényünk a pályaválasztással kapcsolatosan. És hát igen, erre a rendezvényre várjuk minden iskolánk iránt érdeklődő tanulót és szülőt. Ráadásul nagyon fontos információkat fogok ott elmondani, meg maga a szakgimnáziumi képzéssel kapcsolatosan is még mindig sok bizonytalanság van az emberekben, és ezeken a fórumokon tudjuk tisztázni, hiszen 2016-17-es tanévben indult el először a szakgimnáziumi oktatás a korábbi szakközépiskolánkban. Gyakorlatilag most már ugye egy teljes év mögöttünk van, és most kezdődött a második év a szakgimnáziumban, jövőre már akkor a harmadik évet indítjuk, és bizony-bizony nagyon sok tapasztalatunk van e képzési formával kapcsolatban. Mit jelent ez, és ez tulajdonképpen befolyásolja magát a továbbtanulást is, és a pályára irányítást is a szülők, illetve a gyerekek vonatkozásában. A szakgimnáziumi képzés az egy nagyon komoly, és összetett, és nehéz képzési forma a középfokú oktatási intézmények vonatkozásában. Ez egy 5 éves képzés, amely azt jelenti, hogy 5 év alatt a szakgimnáziumba beiratkozó diákok egy általános érettségi bizonyítványt szereznek, ugyanúgy, mint a gimnáziumban, bármilyen általános gimnáziumban, ez a 12., azaz a 4 év végével, valamint az érettségi vizsgával együtt már egy középfokú szakképesítést szerezhetnek, illetve a szakképzésük befejezéseként a technikus évfolyamon, vagy az 5. éven, 13. évfolyam különböző féleképpen hívják, ott pedig egy emelt szintű országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítést szerezhetnek az adott ágazatukra vonatkozóan. Tehát ez azt jelenti, hogy 5 év alatt érettségi bizonyítvány, középfokú szakma, emelt szintű szakma. Bizony ezt tudatosítani kell minden bármelyik szakgimnáziumban jelentkező szülő és fiatal számára, hogy ez az iskolatípus nagyon komoly követelményeket támaszt a tanulók felé, viszont sokat is ad. Azért itt 5 év alatt érettségi plusz 2 szakma, ezek olyan komoly kimeneti követelmények és kimeneti eredmények, hogy bizony ennek olyan képességű tanulók tudnak megfelelni, akik ezt az iskolatípust komolyan gondolják és tanulva akarják elvégezni. Ebből adódóan picit változtattunk a beiskolázási stratégiánkon is, már a tavalyi évben is ezt követtük, és az idén is így fogunk indulni. Méghozzá a nevelőtestület döntés alapján mi úgy határoztunk, hogy látva a beiskolázási helyzetet, és látva azt egyáltalán, hogy a tanulók számára mekkora kínálat van középfokon, és pontosan az előbb említett magas követelményeket összevetve, azt tapasztaltuk, hogy nem érdemes olyan tanulók számára is kinyitni az iskola kapuját, akik képességük, szorgalmuk, motiváltságuk alapján, mondhatom így, hogy nem ütik meg egy szakgimnáziumtól elvárt színvonalat. Ezért már a tavalyi évben is, és az idén is a 3 hagyományos ágazatunkat továbbra is indítjuk, tehát a közgazdaságot, az ügyvitelt és az informatikát.
Viszont a közgazdaság és az ügyvitel ágazatban már csak fél-fél osztálynyi tanulót kívánunk fölvenni, tehát jelen esetben most 16-16 fővel, azaz egy 32 fős osztály indulna e két ágazatban. Míg az informatikánál ott az igények is magasabbak, és a beiskolázási feltételek is vannak, hogy ott egy teljes osztállyal tudnánk azért működni. Tehát az eddigi három osztályunk helyett kettő osztályt indítottunk, eddig is tervezik a jövőben is indítani. Mindez azt a célt szolgálná, hogy bekerülni és már csak olyan tanulók kerüljenek be, akik ezt el is tudják, el is akarják végezni. És azt lehet mondani, hogy a minőségi képzésből, a minőségi követelményekből ne kelljen az iskolának lejjebb adni, mert nem szándékozunk, de mindenki számára, aki tanulni akar, szorgalmas szakmákat akar szerezni, ezekben a szakirányokban igen komoly perspektívákat tudunk biztosítani. Erről fogom majd és tájékoztatni a szülőket is, a tanulókat is, és nyilvánvalóan ezeken a beiskolázási fórumokon, meg a jövő heti nyílt tanítási napjainkon erről lesz majd szó részletesen. Igazgató úr, egy nyílt tanítási nap az hogyan néz ki, hogyan képzeljük el? Megérkeznek a diákok, a jelentkezni vágyók, és akkor adott pedagógusok, szakpedagógusok bemutatják a különböző szakterületeket? Igen, tehát ennek a két napnak a programja hosszú évek óta változatlan keretek között folyik. Gyakorlatilag 8 órára várjuk a vendégeinket, és 8 órától az iskola aulájában én fogok tartani egy részletesnek mondott ilyen tájékoztatót, prezentációval egybekötve, ahol most már konkrétan a Petőfire vonatkozóan mondom el a beiskolázási feltételeket, és mondom el a kínálatunkat. Az előbb magáról általánosságban beszéltem a szakgimnáziumi képzésről. Nyilván a Petőfinek meghatározott szakiránya a közgazdaság, az informatika és az ügyvitel. Hosszú-hosszú évtizedek óta, lehet azt mondani, a 1944-es alapításunk óta ezt a szakirányt csinálja az intézmény. Úgy gondolom, hogy ez mindenféle feltétellel rendelkezünk, személyi, tárgyi, egyéb feltételekkel. Tehát gyakorlatilag csak erről beszélünk, hogy mit fognak ott tanulni, milyen feltételek mellett, milyen szakmákat fognak megszerezni, mondjuk közgazdaságnál az érettségivel együtt egy pályázati támogatási asszisztens, UK és középfokú szakképesítést szerez, ha befejezi a technikusi évfolyamot érettségi után egy pénzügyi számviteli ügyintéző emelt szintű UK és képzést szerez, és ha még motivált ez a tanuló, és úgy gondolja, hogy ezen a szakterületen ő, ezen a pénzügyi számviteli szakterületen szeretne jutni adott esetben majdnem a szakma csúcsáig, akkor ott maradva az intézményben, iskolarendszerben, de már esti munkarendi formában egy vállalkozási mérlegképes könyvelő felsőfokú szakképesítést szerezhet, emelt szintű felsőfokú szakképesítést, ráépülést szerezhet. Tehát gyakorlatilag olyan perspektívát tudunk nyújtani a hozzánk jelentkező fiataloknak, hogy egy-egy szakterület teljes szakmai kifutását az adott intézményben ők ezt végig is tudják vinni. Ráadásul ugye nem csak a szakmánál lehet megállni egy szakgimnáziumban, hanem tovább tanulási lehetőségeket is tökéletesen az adott ágazatnak megfelelően biztosít, és nagyon komoly feltételeket tud ez megteremteni. Hiszen az előbb említett mondjuk közgazdaság kapcsán is, a közgazdasági terület ilyen szakmai tartalmi a tananyagának teljesítése után egy gazdasági felsőoktatásban, a Corvinuson, a Gazdasági Egyetemen, bárhol olyan szakmai alapokkal rendelkezik a tanuló, hogy óriási előnyben van azokkal szemben, mondjuk akik egy sima gimnáziumon kerültek be ilyen intézményekbe, és biztos, hogy sokkal könnyebben elvégzés, nagyon komoly szakmai tartalma. De ugyanez igaz az informatikára is. Tehát azt tudom már, mint a konkrét szakterület kapcsán, azt tudom mondani, hogy ez a szakgimnázium is, a közgáz, meg az informatika is akár a legeslegjobb képességű tanulóknak is egy olyan komoly perspektívát ad, hogy ebben a két szakirányban, amiről egyébként tudjuk, hogy nagyon keresett a munkaerőpiacon. Ha megnézzük a statisztikákat, a pénzügyi számviteli területek átlagfizetését, vagy az informatikus, jól képzett informatikusok átlag akár kezdőfizetését, óriási lehetőségek vannak a fiatalok számára. A szakgimnázium, és itt most konkrétan akár a Petőfi, teljes kifutási lehetőséget biztosít. Az ügyvitel vonatkozásában, ami ilyen jogi asszisztens képzés, irodai titkárok képzése folyik ott, a döntenit lányokról van szó,
Szintén úgy gondolom, hogy a munkaerőpiacon egy komoly elhelyezkedési lehetőséget tud magának szerezni az, aki ezeket a szakképesítéseket megszerezte. Tehát erről fogok én beszélni az érdeklődőknek, és nyilvánvalóan ott már promózhatom az iskolát, most újra a közgázról jutott eszembe, hogy például a tegnapi nap a Budapesti Corvinus Egyetemen megalakult hivatalosan a számítás szakkollégium. Bocsánat, nem tegnap, ma lesz ennek az alapító ülése. Erre az alapító ülése engem is egyébként meghívtak, de érek, nem tudok elmenni. Nem véletlenül hívtak egyébként meg, ugyanis ennek a számítás szakkollégiumnak, ez az egyetemi szakkollégiumnak ilyen területen az országban egyébként sehol nincs. Az elnöke fehér gyarmati diák, a három alelnöke fehér gyarmati diák, mert Menyhét Kristóf egyébként ennek a szakkollégiumnak az elnöke és a Corvinusnak a dísztermében lesz az alapító alakuló ülésük, és Makai Tibor, Széles Árpád és Kovács Sándor, szintén a Petőfibe végzett diákénk az utóbbi években végezték, ott vannak a Corvinuson, ők az alelnökei. Tehát a Petőfiből így lehet kifutni egyébként, hogy a budapesti Corvinuson tudják, hogy kik a petőfisek, és ők egy ilyen területet visznek. Tehát ez lehet egy olyan perspektíva, hogy igen, innen fehér gyarmatól, akiben megvan a megfelelő motiváltság, ilyen helyekre is eljuthat, és ilyen karrier lehetőségekkel is rendelkezhet. De el tudnám mondani ezt az informatika vonalán és egyéb vonalon is, amennyiben olyan képességű tanulók jönnek, innen bárhova el lehet jutni, innen is. És ilyenkor joggal büszkék az itt tanító tanárok, Sajnán. Hogy ilyen diákok kerültek ki az intézmény falai közül. Az előbb úgy fogalmazott igazgató úr, hogy ezen a nyílt napon vagy nyílt napokon el fogja mondani a Petőfinek a kínálatát. Éppen ezért kérdezem így, hogy mi lenne ez a kínálat? Hát ez a kínálat tulajdonképpen ez a három szakterület, közgazdaság, ügyvitel, informatika, és tulajdonképpen ezzel a kimenettel, amit mondtam, a érettségi plusz a kettő szakma. Ez a számunk, a diákok számára, a hozzánk jelentkező tanulók számára 5 év alatt ez a kínálatunk. És igazgató úr, hogyan vették észre, melyik a legnépszerűbb a diákok körében? Ez változó, szokták mondani, az informatika azért mindenütt népszerű. Viszont hozzá kell tenni, sokszor az informatika kapcsán tévhitek vannak. Ugye, hogy úgy gondolom, mindenki ért az informatikához, hiszen otthon tudja kezelni a számítógépét, a telefonját, stb. Viszont ez az informatika, amit itt tanítunk, heti 10-11 órában már olyan komoly informatikai ismereteket ad a programozástól kezdve a hálózati ismeretekig, a rendszer ismeretekig, adatbázis ismeretekig, és olyan komoly érettségi követelménye, aminek ugye köze nincs ahhoz, amit tulajdonképpen úgy gondolja magára, hogy ő ért a gépekhez, nem Facebook, meg nem internetezés, meg mit tudom, micsoda, hanem nagyon-nagyon komoly ismeretek, és sokszor ebben úgy csalódnak a fiatalok, azt mondja, hogy jövök én informatikára, én biztosan tudom. Na hát az informatikát nagyon sok mindent kell hozzá tanulni, nagyon komoly képességekkel kell rendelkezni, hogy teljesíteni tudja a követelményeket, viszont ha teljesítette, nagyon-nagyon komoly munkaerőpiaci lehetőségei vannak. Tehát népszerű az informatika. Úgy gondolom, a közgazdaságban szintén megvan az, hogy nagyon sokan szeretnék akár a családi hagyományoknak megfelelően visszavinni, vagy továbbvinni ezt a területet. És mert ahogy mondtam és említettem, nagyon komoly lehetőségek vannak a felsőoktatásban való továbbtanulásra. Egy pénzügyi, gazdasági szakma, felsőfokú szakma igen keresett minden továbbvinni. És az ügyvitelnél is úgy gondolom, hogy ott sem lehet munkaerőpiaci gond. Ezen a három prioritási intézményi területen egyébként nagy a diákok lemorzsolódása? Na most azért is csináltuk azt a dolgot, hogy kevesebb diákot engedünk be, mert viszonylag magas volt a lemorzsolódás. Tehát mi nem voltunk ahhoz hozzászokva, hogy adott esetben az évfolyam 15-20%-a a nyitó évfolyamnak lemorzsolódjon. De azért morzsolódtak le, mert bejöhettek, be tudtak jönni, hát óriási kínálat van középfokon nyilvánvalóan, be tudtak jönni olyan képességű, meg szorgalmú tanulók is, akik egyébként nem voltak alkalmasak ennek az iskolatípusnak az elvégzésére, és 9-10. Osztály után ők átmentek más iskolánkba. Nem volt egy egészséges folyamat sok szempontból, és úgy gondolta a nevelő,
felelő testületünk, hogy állítsuk ezt meg már talán az elején, és csak olyanoknak issuk ki a kaput, akik tényleg úgy gondolják, hogy végig akarják ezt vinni, és erre képesek is. Én nagyon remélem azt, hogy néhány éven belül a lemorzsolódási mutatóink ismét arra 3-4%-os szintre fognak jutni, amit a hosszú-hosszú évtizedekig a Petőfit jellemezte is. Azért az intézmény az elmondhatja magáról, hogy mindent megtesz az oktatási képzés területén, hogy új innovációt hozzon be a tanulóknak, gondolok itt a robotika képzésükre. Így van, hát ez tulajdonképpen az informatikai képzésre vonatkozóan, ez a programozási terület egy nagyon-nagyon vadonatúj rész is, nehéz is, és nagyon-nagyon fontos. Ennek kapcsán ezt mi népszerűsítjük is már az általános iskolások számára is, hiszen minden szerdán a két fejegyemeti általános iskolából, hál' Istennek, jönnek diákok egy kis játékos ilyen szak, programozás robotika szakkörre, ahol tanulgatják játékosan a programozás elemeit, amit majd ők, ha amennyiben ilyen iskolatípusba fognak középiskolába menni, ezek komolyan találkoznak, és mondom, a munkaerőpiac felé ezek alap dolgok, és ezt, nyilvánvalóan ezt is csináljuk. Igazgató úr arra is törekedett az elmúlt években, és szeretne törekedni, hogy az intézmény falai közé érkező diákok azért egy korszerűbb oktatási területen tudjanak majd tanulni. A felújítási programról, programtervezetről mit tudhatunk meg? Igen, tehát maga az oktatási feltételek abból a szempontból, hogy a tárgyi technikai feltételek, tehát a számítógépek, a projektorok, stb. Ott nem volt sohasem probléma, most sincs igazán gond. Minden olyan ilyen feltétellel rendelkezünk, amely akár a nagyvárosok iskoláira jellemző, tehát nincsen hátrányunk. Amiben van, az az infrastruktúrája magának az intézménynek, tehát egyáltalán, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta nem volt felújítás az intézményben, sőt azt lehet mondani, hogy teljes felújítás soha nem volt, és nagyon-nagyon rászorulna már maga az épület erre. És hát azt tudom mondani, hogy hála jó Istennek igen komoly esély van arra, hogy elindul. Most már tényleg elindul egy ilyen folyamat, hiszen legújabb információim szerint egy közbeszerzési folyamat alapján alá is lett írva az a folyamat, hogy az intézmény belső felújítása elkezdődhet, még akár ebben a naptári évben. Nem lesz egyszerű logisztikailag megoldani, hogy a tanítás mellett hogyan tudjuk az intézményt szakaszosan felújítatni, de meg fogjuk csinálni mindenféleképpen, meg fogjuk ülni az intézmény belülről. És remény van arra is, hogy a nagyon-nagyon szükséges külső felújításunk, itt a szigetelésre gondolok, ablak, tető, egyéb ilyen cseréket, szigeteléseket, felújításokat, ezeket is a közeljövőben meg tudjuk csinálni. Tehát én abban bízom, hogy nagyon rövid időn belül a Petőfi most már fog kapni egy olyan külsőt is, ami úgy gondolom tartalmilag már azért hosszú-hosszú évek óta megérdemelte volna ez az intézmény. Beszélgetésünk zárásaként pedig akkor nézzük meg azt a méltán népszerű és híres versenyt, amiben a petőfis diákok azért mindig eredményesen szerepelnek, ez a pénztár elnevezésű vetélkedő. Hogyan sikerült idén szerepelniük? Igen, erről a vetélkedő sorozatról tudni kell, hogy negyedik éve rendezik ezt meg. Nagyon komoly országos pénzügyi gazdasági vetélkedőről van itt szó. Hogy ez mit jelent országosan, mennyire népszerű ez, hadd mondjam el, hogy az idei évben is 1220 környékű csapat nevezett erre a versenyre, határon belülről, határon túlról, középiskolák csapatai. Borzasztóan népszerű, nagyon-nagyon komoly szakmai tartalommal zajló verseny. Na most mi szintén nyilvánvalóan ebben az évben is neveztünk egy csapattal. A versenynek több fordulója van, a két online forduló után a legjobbak jutnak be a megyei döntőbe. A megyei döntő első helyezettje jut be a régiós döntőbe, és a régiós döntők első helyezettjei pedig az országos döntőbe vesznek. Nézd, ezt lezajlik tulajdonképpen itt ősszel, decemberre ennek a dolognak vége van. Na most az első három évben megnyertük, ugye a megyei jutottunk, az első két évben a területit is megnyerve országos döntőbe szerepelt a csapatunk, egyszer hatodik lett, egyszer hetedik. A tavalyi évben a területi döntőn, ugye a megyét nyertünk, másodikak lettünk, ott a debreceni fazekasnak a csapata előzött meg bennünket, akik egyébként nagy örömünkre, már a régiónak is örül az ember, hogyha az csak a saját régió, ők nyerték meg tavaly az országos döntőt. És hát az idei évben újra elindultunk, mindig más-más csapatunk van most, kis fiatal 11-12-es tanulókkal. A két online fordulóból bejutottunk a megyei döntőbe, amely két hete volt Nyíregyházán.
ezt hál' Istennek ismét megnyertük, még egyszer egymás után, és a mai nap most indulnak a diákeink Debrecenbe a régiós döntőre, de ahogy láttam, újra ott van a Fazekasnak egy csapata. Tehát nem lesz egyszerű, ma este ki fog derülni, hogy boldogulunk a Debrec, a Hajdubihari, a Szolnok megyei, meg a mi csapatunk, illetve a három megyéből a legjobb második, az nem tudom melyik megyéből került ki, négy csapat részvételével megy, egy több órás, nagyon-nagyon komoly pénzügyi-gazdasági témájú vetélkedő. Hát este 8-9 óra körül ki is derül, hogy most mit sikerült elérnünk. Hát nagyon jó lenne nyernünk, de ha nem, akkor úgy gondolom, hogy az is nagyon tisztességesen szerepeltek a tanulóink. Igazgató úr, izgatottan várjuk akkor az esti eredményeket. Gratulálunk minden esetre az eddig elért eredményekhez, és további sikereket kívánunk az intézménynek, önnek. Bízunk benne, hogy az eltervezett ugye, felújítás is hamarosan el fog kezdődni. Köszönöm szépen. Köszönjük. A kedves nézőknek pedig köszönöm, hogy ma este a vendégeink voltak. Az este további részére mindenkinek jó pihenést kívánok.